Magyar motorosok tragédiája Lengyelországban. 10 fős társaságba hajtott egy autó, 3-an meghaltak, egy nőt még kórházban ápolnak. A csapat tagjai együtt kirándultak a környéken, a túrát az interneten szervezték. Pünkösdi élményutat terveztek. Hazafelé indultak, amikor egy autó a sávjukba hajtott és frontálisan összeütközött velük. 2 azonnal meghaltak, egy társuk pedig a kórházban. Földön fekvő roncsok, összetört autó, az autó előtt pedig a kiégett motorok, a karambol képei. 10 magyar motoros szenvedett balesetet Lengyelországban, animáció segítségével mutatjuk meg, hogy hogyan történhetett a tragédia. A 10 fős társaság 5 motorral Szlovákia felé tartott, amikor egy brit rendszámú jobbkormányos autó a szembejövő sávba hajtott, és frontálisan összeütközött a szabályosan közlekedő magyar motorosokkal. Az első motoron utazó házaspár egy 44 éves férfi és egy 40 éves nő azonnal meghalt. A második motorkerékpár vezetője is életét vesztette, pedig a segítség gyorsan érkezett. A lengyel hatóságok rendkívül gyorsan és hatékonyan reagáltak erre az esetre. 5 percen belül kint volt a tűzoltóság, rendőrség és a mentők, és minden segítséget megadtak, tolmácsot biztosítottak. Ezek már a helyszínen és képei. 2 mentőhelikopter és 4 mentőautó is a sérültek segítségére sietett. A 2 utolsó motorosnak sikerült időben fékezni, nekik nem esett bajuk. A mentésben résztvevő tűzoltó elmondta, hogy az autót vezető férfi lengyel, de Angliában él, ezért vezetett jobbkormányos autót. Úgy tudjuk, a sofőr eltévesztette a sávját, azért ment szembe a forgalommal, őt már őrizetbe vették. Az autó 2 utasát is kórházba kellett vinni, de az ő állapotuk nem súlyos. Egy magyar nőt még mindig kórházban ápolnak. Súlyosan megsérült, de nincs életveszélyben. Régóta ismerték egymást, sokszor motoroztak együtt, ezt tudtuk meg arról a társaságról, amiket baleset ért Lengyelországban. A tragédia egyik túlélője az interneten írta le, hogyan történt az utóbbi évek legsúlyosabb motoros balesete. Pünkösdi élményút a szlovák paradicsomba. Ezzel a címmel szervezte a kirándulást a baráti társaság. A tervezett program most is elérhető az interneten. A résztvevőkről sok fotó van fenn a világhálón, kegyeleti okokból nem mutatjuk az arcukat. Sokszor motoroztak együtt, régóta ismerték egymást. Lengyelországba csak azért mentek át, hogy megnézzék a vjelicskai sóbányákat. Tegnap innen indultak hazafelé egymás után konvojban, ahogy a motorosok szoktak menni. Próbálom keresni a szavakat, de csak a könnyeim folynak. Így kezdi a visszaemlékezést a baleset egyik túlélője. Nyilatkozni nem akart, de leírta, mi történt. Én a 3. haladtam abba a bizonyos kanyarba, ahol már előttem 2 társam frontálisan ütközött az autóval. Én csak egy hatalmas, kb. 3 méter magasságú lángtengert észleltem. Az internetes fórumon megjelent írásban a motoros azt is leírta, hogy a balesetben elhunyt társaival előző nap, mikor fentültek a szlovák paradicsom egyik függőleges sziklafalának peremén, János nevetve azt mondta, nem szeretnék leesni, ha meg kell halnom, inkább motoron halljak meg. Egy ilyen baleset kivéthetetlen, ezt mondta híradónknak egy szakértő, aki motorosokat oktat. Szabó Ákos szerint egy motorvezetőnek arra kell törekednie, hogy elkerülje a frontális ütközést, akár úgy, hogy eldönti a motort. A szalagkorláton át lehet esni. A szalagkorlát alatt át lehet csúszni. Lehet, hogy az embernek megsérülnek a végtagjai, de lehet, hogy az is lehet halálos. De ott van esély, hogy az ember frontálisan telibe talál egy autót, nagyon pici az esélye. Úgy tudjuk, hogy a balesetben elhunyt házaspárnak 2 gyermeke maradt árván.